Na, szombati napsütésben és megvilágítás van, amíg a dolg. Színészek, írók, költők, itt
volt az 50 éves jubileumi bankettje. Úgyhogy ez csak egy-két név, olyan szép a lépcsőház, hogy itt érdemes gyalog feljönni, utána már majd nem fogunk közlekedni. Azt hiszem. Minden centiszen, milliméterezve, odaszámítom, kézzel fejlődik. Tehát nem volt komputer, szerkesztjük. Minden kézzel lerajzolom, szerkesztjük, számolom. A marfejben is számolom. Nem is tudnak, hogy nem. Ezt akartam mondani, no. Csak. Hát megérkeztünk ahhoz az egyetlen két pedalus, mondjuk úgy, hogy eredeti, amit még meg tudok mutatni. Valamelyestől védve volt, nagyjából ide a második, harmadik oszlopig tűnt el az épület teteje, tehát az valamelyest védve volt, és ezért, ha nem is túl jó állapotban, de olyan állapotban maradt meg, hogy lehet restaurálni. Pánnól kapta a főmegbízást ennél az épületnél. Ez volt Pest városának az első olyan középülete, ami ugye nem templom volt, hanem megrendelések kifestették. Később épült az operaház is, és nagyon sok minden más. Ezt festették ki először egy megrendelésre, és ez volt az első külön borított Árgyilus királyfi és nővény van a meséje. Ugye Árgyilus királyfi természetesen fehérnek. Ki kérdezte az előbb, hogy hol egy herceg hasi sérjen fel? Hát ugye Árgyilus királyfival tudunk itt szolgálni. A lobogó vörös köpenyében és nővény van a képzelésünk felé, hogy ó, de jó, hogy jössze már. És ott fölötte pedig már a kézfogó látható a picitében. Nagyon mozgalmas, ugye, mintha táncolna úgy, majd beugranak a lendületes az egész kép. Hát valami hasonló, mozgalmas, lendületes kép volt a fő terem, ugye a táncterem tetején. Az teljesen esemény. Dunatisza drága szába, műalapokkal megjelenített hatalmas kompozíciója. Ez megsemmisült, majd meg fogják látni, hogy most mi maradt helyette. Mikrofon ide vagyok. Hát, hogy nem tudtam, hogy van kicsit, 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 nem tudtam, hogy van k
címőnek. Átjár újabban ez a, nem tudom, megint a közlekedés miatt. Szinten vagyunk. Működik, de majd mindjárt elmondom. Itt fönn, amilyen széles a színpad, olyan széles a vetítő vászon, és az angol királyi operaháznak az előadásait lehet itt követni. A Makovej címre volt a Magyar Művészeti Alap. Az MMA-t látják itt egy csücskön is, de sok helyen itt ezen a táblán is bejáratnál. Mindenhol lehet látni, ez a Magyar Művészeti Akadémia, ugye itt hívják ma. Akkor még Magyar Művészeti Alap volt, ami ifjú művészeket, hasonlóan gondolkodókat hozott össze. Na, azt mondja, a Makovej teremben vagyunk. Akkor esték kivilágításba, mire végig mentünk, végig jártuk, besötétedett.
meg minden jó volt a ízlésen.